nagy öröm számunkra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megnyithattuk a 24. kormányablak ügyfélszolgálatunkat itt Szendrőn. Ez az épület korábban okmányirodaként működött, amely, mint jól tudjuk, elsősorban személyi okmányok megújítására, illetve ezzel kapcsolatos ügyintézésre volt alkalmas. Mostantól kezdve az itt élők és a környező településeken élők közel 2500 féle ügyet intézhetnek, amely azt gondolom, hogy nagyon nagy lépés a számukra, hiszen közelebb került hozzájuk az állam, közelebb került hozzájuk a közigazgatás ezáltal. Átadtuk a megyének a 24. és az országnak a 310. kormányablakát. Ez a kormányablak is egy régi okmányiroda helyén létesült, és mostantól kezdve az itteni lakosok, illetőleg a környező településnek a lakosai is tudnak az államhoz fordulni. Természetesen a kormányablak akadálymentes, jelnyelvi szolgáltatással rendelkezik, és minden olyan kényelmi szolgáltatás megvan benne, amely valamennyi kormányablakban az országban. Mindenki szíveskedjen ellenőrizni az okmányának az érvényességét, és kényelmesen időpontot foglalva, vagy akár időfoglalás nélkül eljönni ebbe a kormányablakba, vagy bármelyik az ország 310 kormányablakába, vagy 25 kormányablak buszába, amik tavasztól indulnak, ahhoz, hogy a június 30-án ne érjen senkit kellemetlen meglepetés annak kapcsán, hogy az okmánya lejárt.